Jubileumi falunap volt Molnáriban. A község fennállásának 700. évfordulóját ünnepelték a helyiek. A szombat délelőtti szentmisén megemlékeztek az élő és elhunyt lakosokról, délután pedig színes programok várták az érdeklődőket. A községet először 1321-ben említik meg egy oklevélben. Tudtuk meg Kósa Jánostól, molnári polgármesterétől. Ez a 700. évfordulója a településnek, az első írásos említése molnári településnek, amikor a kőszegi Kakas Miklóstól a király Károly Róbert elvette Kanizsa várát és a környező birtokokat, és az Osl családnak adta, aki később Kanizsai család néven vált ismerté, és ennek során kerül megemlítésre egy 1321. szeptember 25-i anzsukori oklevélben molnári település először, és ehhez kötjük a településünknek a megalapítását. A kulturális és a kulináris programok is kiemelkedő szerepet kaptak a falunapon. Egy ilyen gulyáslevest, zöldséges, kis zöldséggel, ami finom lesz, az előbb kóstoltuk meg, és készül majd hozzák a fasírozottat, meg vannak itten savanyúságok még hozzá. A gyerekekre is gondoltak az asszonyok, nekik palacsintával készültek. A hagyományos barack és eperlekvárral töltött mellett a fekete noa ízesítésűt is ki lehetett próbálni. Van a nagyon finom fekete noha szőlő, amiből mi már nem bort, hanem lekvárt készítünk a palacsintákhoz. Nagyon egyszerű az elkészítése, ledaráljuk, leszemezzük, átpasszírozzuk és felfőzzük, ugyanúgy, mint a többi lekvárt, cukrot rakunk hozzá, és nagyon finom, enyhén savanykás és nagyon-nagyon illatos szőlő, ez is finom belőle a lekvár. Az elmúlt 700 év jellemző katonai viseleteit a túri vitézlő oskolásoktól egészen a mai honvédekig is felsorakoztatták a falunapon.